érdekelsz? Rossz, gyere vissza! Nehogy azt hitt, hogy ezzel végeztünk! Tudod, kit izgat, hogy mit gondolsz? Rózi két nyírónak elegendő vacsorával bezárkózott. De biztosan megbékél. Ifjú hölgynek neveztem. Szobafogságot kapott. Jó húzás volt. Igen. Mintha itt olyan sok helyre mehetne. Ha megnyugtat, szerintem levegőnek nézett. Olyan voltam, mint az anyám. Nagyon meggyőző voltál. Bár én lennék Michelle. Rózra vágytam. Mindig arról álmodtam, hogy magam mellé veszem. Örökre. Hogy képzelted el az egészet? A nagy vallomásnál tovább nem terveztem. Mintha attól az anyja lennék, ha a kedvenc színére festem a szobát. Zseniálisan eltoltam ezt az egészet. Fogalmam sincs, mit tegyek. Rossz. Rózs, beszélhetnénk? Rózs, annyira szeretlek téged. Én vagyok az anyád. Mi az ábra? Még nincs itt a haver? Nem, itt van, itt dolgozik. Láttál valaha ennél rondábbat? Remélem, a nőjének bejön. Erősen kétlem, várj egy kicsit. Jó napot! Kösz jól, üzenetem lenne az egyik munkásuknak, Jimmynek. Igen, megmondaná neki, hogy a furgonja a főkapu előtt parkol. Remek, köszönöm. Van egy kérdésem. Tegyük fel, van egy dögös csajod. Olyan dögös, annyira belevaló, hogy szinte megbocsátod másoknak, ha fűteni kezdik. Szinte. De egy ponton meg kell húznod a határt. Igaz? Mert rengeteg keselyű leselkedik. Összpontosítanod kell. Pontosan, szóval te mihez kezdenél? Ha valaki, akiben bízol, akiről azt hiszed, hogy haver, fűzni kezdi a barátnőt fejét. Haver, ezt figyeld. Pontosan, haver. Mind a tiéd. Kellemes vezetést. Jobb, mintha eltördém a lábát. Nagyon szeretheted azt a lányt. Csak szerettem. De annyira mégsem, különben a fickó már járni sem tudna. Gyere, menjünk, azt hiszem kiszúrtak. Siess! Állj! Hey! Gyere vissza, te személy! Korán keltél. Mérsz valahová? Igen, korán kell indulnom. Mégis hová indulsz? Tovább kell lépnem. Értem. Vagyis elmérsz.
Zack a busz megállóban jön, éjszakra megyünk. Hisz még csak most érkeztél. Kettőnk számára nincs elég munka. Megbeszéltem Stevie nénivel, ő beleegyezett. Helyes. Klassz. Remek, de még nem is reggeliztél. Gyere velem vissza a házba, és sütök neked rántottát, jó? Kösz, nem vagyok éhes. Egész biztos, csak 20 perc az egész, és kiviszlek a megállóba. Sétálni akarok. Azért kösz. Tudod, még nem mehetsz el, mert még nem osztál a tóban. Ez a Drovers Run-on szinte hagyománynak számít. A csodába. Úgy látom, már jobban van. Igen, sokkal. Nem kell visszamenned? Nézd rá Rózira. Azt hiszem, inkább feladom. Alig ismerek rá, ordibál, ajtókat csapkod, az ellenségének tekint. Mindenki balhézik az anyjával. Talán Jodynak igaza volt. Maradjon itt, Zack, töltsenek el egymással egy kis időt. Igen, hadd dolgozzanak a földön. Egy héten belül kidőlnek. És akkor beszélek Rózzal. Michelt is megkérem, hogy jöjjön ide. Egész jó tervnek tűnik. Csajok! Róz, azt hiszem, elszökött. Elindult Zack elé a buszhoz, azt mondta, tudsz róla, de nem hittem neki. Mégis hová ment? Nem tudom, azt mondta éjszak felé. Jody, megmondtam neked, hogy ne engedd el! Mikor indul a busz? 10-kor. Mennyi az idő? Mindjárt 10, igyekezned kell. Szerintem már elkésett. Zack nem volt a buszon. Már nem szeret engem. Ó, Róz. Üzenetet küldött. Az apja azt mondta, hogy vesz neki egy robogót, ha nem jön el velem. Elhagyott, mert egy hülye motorra vágyott. Kicsim, nem is érdemel meg téged. Ne sírost. Szerinted működik a mágnes? Szerinted működik a mágnes? Attól függ, hogy milyen hangot hallok a gyomrából. Miért szeretnél hallani? Ez egyfajta ping. Ez jót jelent. A mágnes odahúzta a fémet, de ha egy pong követi, akkor baj van. Egy ping, majd egy pong. Igen, asztali tenisz állapot. Nehogy azt mondd, hogy nem ismered. Még egy vicc, hogy ne. Most őszinte leszek. Van benned valami, amitől ideges leszek, és nem csak az ostoba süket poénjait. A szellemes megjegyzéseimre célzol? És nem velem van a baj, mert normális esetben értem a vicceket. De előfordul, hogy valaki miatt kissé szétesek, és akkor tudom, hogy túl sokat beszélek. Ezt észre sem vettem. Én nem hiszek a mágneses vonzódásban, nincs olyan. Úgy vélem, a két ember közelebbről megismeri egymást, rájönnek, hogy vannak közös dolgaik, és sztorikat mesélnek, és aztán... Fogalmam sincs, hogy most miért mondom neked ezeket. Furcsa lány. Még a Drovershez képest is. Mondjak valami elcsépeltet? Nem érdekel. Lesznek más fiúk is. Egy hónap múlva Zack csak egy folt lesz az emlékezetedben.